Befejeződött a Rinya vízrendszerének rekonstrukciója, a Babócsai, a Lábodi és a Szabási Rinya mintegy 37 kilométeres szakaszán, melyre már nagy szükség volt, hiszen a vízrendszer kialakulása óta nem voltak nagyobb munkálatok ezen a részen. Az egyik alapvető célja az volt, hogy a felújítás megoldja a nagy vizek levezetésének problémáját. Itt az elmúlt év, inkább az elmúlt évek rámutattak arra, hogy ez nem egy elhanyagolható feladat, hiszen rendkívüli károk keletkezhetnek, hogyha egy vízfolyás elhanyagolásra kerül. Ez volt az egyik indíték, és hát a Rinya rendszer e tekintetben 30 évvel ezelőtt épült ki, akkor alakultak ki azok a vízlevezetési viszonyok, amelyeket most már fel kellett újítani, mert nem volt tartható az az állapot. Emellett a rekonstrukcióval az ökológiai állapotokon is javítottak a szakemberek, így a munkáknak köszönhetően az élőlények már szabadon mozoghatnak a vízben. Ennek keretében ugye igyekszünk a kisvizes tartományban víztöbleteket elérni olyan módon, hogy duzzasztunk, a fenékszintek esését úgy változtatjuk, hogy a víz állandóan jelen legyen, és a vízhez kötődő élővilág az megfelelően meg tudjon települni, létezni tudjon, és ennek természetesen része az is, hogy a tájba illő legyen mindez, és hogy a tájba és környezetbe élő növényzet telepítését is végeztünk ilyen célzattal. A sajtótájékoztatón György Béla köszöntőjében hozzátette, a beruházással növekszik az árvízbiztonság a Rinyán, így a fejlesztéseknek köszönhetően a vízfolyások képesek levezetni a megfelelő nagyvízi vízhozamot, a medrek pedig mostantól már gépekkel is karbantarthatóak. Egyes szakaszokon tovább emelkedhet a kisvizek, és velük párhuzamosan a talajvíz szintje is, ami kedvezően hat a vízfolyások és a környezet élő világára. A Lábodi Rinyán a medret 9,2 km hosszan tették rendbe. Épült egy vízmérce a vízjárás megfigyelésére, surrantók, mederfenék stabilizáló művek, valamint úgynevezett átközlekedő műtárgyak kerültek kialakításra a mellékárkok torkolatánál. A Szabási Rinya rekonstrukciója 2,5 km hosszban valósult meg, a jobb parton szakaszos kisvízi mederbiztosításokkal, és ezen a szakaszon is elkészült egy átközlekedő műtárgy a mellékárok becsatlakozásánál. A Babócsai Rinyán, mely nagy a tárt területén is áthalad, több műtárgy is épült a beruházás során. A 25 kilométeres szakaszon hallépcső, átközlekedő műtárgyak, mederfenék stabilizáló művek és surrantók is kialakításra kerültek, valamint a nagyatádi belterületi szakaszon kőszórásos rézsűvédelem készült. A rekonstrukció során a rinyaújnépi fenéklépcsőt és a nagyatádi vízmércét is átalakították, valamint mindhárom szakaszon őshonos növények telepítésével próbálták meg visszanyerni a környezet eredeti állapotát a szakemberek. A sajtótájékoztatón Ormai István, Nagyatád polgármestere, a Rinya mentén való kellemes túrázás mellett annak a hídnak a jelentőségéről is beszélt, melyet a tavalyi árhullám sodort el, s melynek helyén a beruházás során egy új fahíd épülhetett fel. Elsősorban számunkra az a fontos, hogy sokkal biztonságosabbá vált ez a folyóvíz, hiszen ez a rendezés, ez segíti az áradásoknak a levonulását. Gyorsabban tudnak levonulni azok az áradások, amikor ugye a nyáron és az elmúlt nyáron is jelentős mennyiségű víz volt a Rinyapatakban. Ez az egyik, a másik pedig, hogy az új híd elkészült, ami nagyon fontos, hiszen ez most egy olyan szakmai megalapozású munka és építmény lett, ami most már úgy látom, hogy hosszú évtizedekre megoldja ezt a feladatot, a Rinyán való átkelést azon a szakaszon, ahol ez a híd elkészült. A sajtótájékoztatón György Béla emléktáblát adott át Nagyatád polgármesterének a fahíd elkészülése kapcsán, melyet még aznap elhelyeztek a Henészi átjárónál. A beruházás összköltsége elérte az 577 millió forintot, melyhez az Európai Unió nyújtott segítséget. A vízügyi igazgatóság, mint államigazgatási szervezet a fejlesztéseit 100%-os támogatással hajtja végre, és hát természetesen pályázat keretében nyertük ezt a pénzt. Van az igazgatóságnak egy fejlesztési programja, rövid, közép és hosszú távra is,
és ezen a programon belül Arinya volt az, amelyik alkalmas volt ebbe az 500-600 milliós nagyságrendű fejlesztési körbe, amit a pályázati kiírások lehetővé tettek. Az elkészült műtárgyakat és a Arinya teljes szakaszát azonban a beruházást követően is karban kell tartani. Ez az alapinfrastruktúra, ez állami tulajdonú, a vízügyi igazgatóság kezelésében van, elvileg a vízügyi igazgatóságnak kell kezelni, és gyakorlatilag is fogja, hiszen az várható, hogy a vízügyi igazgatóság a közmunkaprogramban egy nagy közfoglalkoztatóvá válik, és mód lesz arra, hogy ezeket a nem egyszerűen fenntartható burkolatokat, kőszórásokat, műtárgyakat kézi erővel is karba tartsuk. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.